Sziasztok srácok, lehet a lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, ebben a videóban pedig a Van funk fogunk beszélni, hogy miért nincs Van es tartalom a csatornán. Mostában nagyon sokan kérdezgetitek, és amióta nem játszok le, szinte mindenhol kérdezgetitek a Discord szerveremen, Youtube kommentekbe, Youtube posztok alatt, Twitteren is kérdezgettétek, úgyhogy a mai videóban igyekszem erről beszélni, el fogom mondani nektek, hogy miért nincs Van tartalom, hogy miért hagytam abba a játékot, hogy várható a közeljövőből Van tartalom. Itt a videó elején viszont szeretném leszögezni, hogy ez kizárólag az én véleményem, úgyhogy ha hát, te esetleg nem értesz fel egyet, nyugodtan írd le a komment szekcióban, nem fogok elítélni, és megértem, hogyha neked tetszik a játék, vagy szeretné játszani vele. Viszont szeretném elmondani a véleményemet, és szeretnék válaszolni nektek. Tudom, hogy továbbra is fogjátok kérdezgetni, de itt talán több ember az a videó, és talán több ember meg fogja nézni, és így már érteni fogjátok, hogy miért is nem játszok a játékkal, viszont tényleg nyugodtan írjátok le a komment szekcióban a véleményeteket. Tehát akkor nem is húznám tovább a szót, mindenféleképpen szerintem vágjunk is bele. Szóval kezdjük azzal, hogy én ugye nagyon sokat játszottam a Van Stream Mennel, szinte napi szinten streameltem, csináltam róla a videókat, a frissítésekről, update-ekről, de, de őszintén elmondtam a véleményemet a hibákkal kapcsolatban is. Úgyhogy ezt tudjátok róla, hogy én tényleg mindig őszintén álltam a játékhoz, független attól, hogy tényleg emiatt néztetek nagyon sokan, emiatt jött nagyon sok pénz a YouTube csatornám, emiatt lett nagyon sok csatornatok, és a többi, és a többi. Viszont azt is tudhatjátok rólam, és ezt ténylegesen nagyon sokszor mondtam streamek, vagy én nem az a YouTuber, nem az a videós vagyok, aki kizárólag a nézettség miatt, a pénz miatt játszik. Ugyan nekem ez a munkám, hogy videózok, streamelek, viszont tényleg nagyon fontosnak tartom, hogy olyan játékokkal játszak, amit, amivel szeretek, amit élvezek, és ténylegesen őszintén elmondom róla a véleményemet. Tehát, hogyha mondjuk nekem tetszik egy játék, játszok és streamelek, vagy mondjuk videókat csinálok róla, de hirtelen mondjuk egy olyan update érkezik a játékhoz, vagy egy olyan irányt vesz a játék, ami már nekem nem tetszik, vagy nem érzem otthon magam, vagy esetleg nem szeretnék tartalmat gyártani belőle, azt is mindig elszoktam mondani nektek, hogy figyeltek, most ez nekem nem tetszik, most nem szívesen játszok vele, stb. stb. Na most ez a helyzet a Vance is. Ugye miután kijött, a harc szerveres a van be én már ott nagyon csalódtam a játékban, és el is mondtam folyamatosan a stream-ben nektek a véleményemet, hogy szerintem ez unalmas, repetatív, szinte semmi újat nem nyújt a játék, nagyon minimális új tartalom érkezett a játékba. Már itt is megosztó volt a vélemény, nagyon sokan írtak, hogy de hülye gyerek, hát van mindok benne új elemik, meg izé, van volt izé képességek, meg a tököm, hogy igen, ténylegesen volt új tartalom a játékba, viszont nem annyi, amit beígértek, és nem annyi, ami például számomra lekötelezett volna, élvezhető lett volna. Tehát megkaptuk ugyanazt a pályát, ugyanazt a kontentet, idézőjelben nehézként, ami annyiból állt, hogy gyorsabban ment le az életed, gyorsabban ment a szomjúságod, illetve talán nagyon minimálisan nehezebbek voltak az ellenfelek, én ezt nem vettem észre, a Void Enemik ténylegesen kihívást jelentettek, addig, ameddig rá nem jöttél, hogyan kell őket megölni. Tehát én már itt a hard szerveren nagyon kiagadtam, és eszméletlen fusszára volt számomra, hogy most akkor át lehet menni majd az új szerverre, az új szeptemberi szerverre, nem lehet átmenni az új szeptemberi szerverre, vagy most mi a helyzet, hogy lesz, mint lesz, nem nagyon közöltek a fejlesztők semmit, természetesen a ládákat megállás nélkül pakoltak a játékba, azokat folyamatosan posztolgatták ki Twitterre, folyamatosan posztolgatták ki Discordra, de hát a játékosokkal, akik ugye a hard szerveren éppen ki voltak akadva, mint például én, hogy ez most mégis mi. Tehát gyakorlatilag az előző szerver. Ugye én már akkor tudtam, hogy ez a szerver valószínűleg egy töltelék szerver, ami arra megy ki, hogy legalább csinálják az új szervert, az új kontentet, így egy kis időt szereznek vele. Hát erre kijött a PvP szerver, ami szintúgy ugyanazt a mappot megkapta, egy PvP körítéssel, tehát megkaptuk ugyanazt a pályát egy PvP körítéssel. Ugyanúgy, mint a hard szervernél beígérték, hogy jaj, majd jön egy nehéz szerver, készüljetek fel, ez nagy újítás, megkaptunk kb. egy nagyon minimális content bővítéssel, egy ugyanolyan szervert, mint az előző, ezt megcsinálták a PvP szervernél is. Én a PvP szerverrel már nem játszottam, nem is nagyon gyártottam tartalmat, úgy voltam vele, hogy én már kiégtem a hard szerveren, most a PvP szerver is ott van igazából semmi extra, beígértek ezt meg azt, most ez egyenlő kb. számomra, a semmivel, ezért nem fogok újra játszani a játék, hogy azt a minimális tartalmat kielvezzem. Vártam, vártam, hogy megérkezzen a Winter szerver, hiszen itt beígértek egy teljesen új mappot, ugye új fegyvereket, ételeket, stb. stb ezt már nagyon vártam, hogy legalább most már egy új mappal játszhatunk. Mondom, ezért már ténylegesen letöltem és kipróbálom, mert ugye a játékot letöröltem. Hát nagy csalódásomra letöltöttem a játékot, felmentem a Winter szerverre, és bedobott a régi mapra, annyi újítással, hogy a felső havas rész az kilet lett bővítve, tehát fel lett oldva, viszont le volt zárva, tehát én egy héten keresztül várnom kellett volna, hogy én azt a legelső, vagy a többi havas részt felállokkolom. Tehát beléplem a régi pályára, hogy újra játszak a régi kontenttel, várjak egy hetet, mire egyáltalán az új területen tudok játszani. Még egyszer elmondom, itt egy új mappot ígértek be a fejlesztők, szó sem volt arról, hogy területbővítést kapunk, vagy új zónát, itt egy konkrét új mapról volt szó. Úgyhogy én már itt csalódtam a játékba, és úgy voltam vele, hogy most ne szórakozzunk. Tehát ott volt a hard szerver, ott volt a PvP szerver, volt bőven ismétlem, volt bőven idejük arra, hogy megcsinálják a Winter szervert, és mit csináltak? Berakták a régi mappot, ugyanúgy, mint az előző összes többi szervernél, hozzáadtak egy havas területet. Ténylegesen érkezett új kontent a játékba, tehát új fegyverek, új ételek, viszont ennyi. Ez volt a hűdenagy kontent bővítés, hogy a régi maphoz hozzáadtak egy havas mappot. Most én őszinte leszek veletek, aki egyetért velem, egyetért, aki nem, nem. Ezt nagyon sok játék meg szokták csinálni úgy, hogy közeleg a karácsony, jön egy frissítés a játékhoz, kapunk havas területet, vagy mondjuk az adott pálya havassá változik, kapunk, mit tudom én, mikulás küldetéseket, karácsonyfát kell farmolni, vagy mikulás csizmát, vagy valamit, de hogy egy vadonatúj kontentet Beharangozni ilyenkor nem szokás. Tehát például a Kologutiba sincs, a gyerekek érkezik a karácsony, kaptuk egy új mappot, kaptuk új kontentet, várjatok. Vártok hónapokat, aztán, ja, amúgy kaptatok egy új területet, új fegyverekkel, élvezétek ki, és így halom, mert teljesen más, amikor beleraknak egy frissítést, a srácok, lányok, elérkezett a, ha a téli szezon, berakjuk a havas frissítést, élvezétek ki, de amikor ténylegesen a fejlesztők nagy szavakat használnak, beígérnek ezt meg azt, beígérnek ezt meg azt, aztán mi alig kapunk valami kontentet, az itt a gond a értsétek meg, hogy én nagyon sokszor, nagyon sokszor hittem a fejlesztőknek, az elején például, amikor behalakták ezeket az a beleegyszedíteni állatokat, meg új horgászrendszer át dolgozza, meg a tököm tudja, az is egy bug halmaz volt. Tehát jó, persze ingyenes játék, backhalmaz elkezdték kiavítgatni, de nekem már ott gyanús volt, amikor a fejlesztők nem nagyon jelezték sehol, se Discordon, sem pedig streamekben, sem pedig hivatalos oldalakon, hogy dolgoznak a bugokon. Tehát úgy javították ki a bugokat, hogy sehol senkinek nem írtak erről. Tehát amikor egy játékban komoly problémák vannak, jön egy nagyon komoly frissítés, és senki nem tud semmit, hogy most ezt csinálják, nem csinálják, javítják, vagy most mi történik, hanem titokban ott így a szőnyeg alatt el akarják söpölni, az már elég sok minden sejtet. ugye az is elég sok minden sejtet, hogy a játékban megállás nélkül érkeznek a ládák folyamatosan, persze valamiből pénzt kell csinálni, csak egy kicsit nekem gyanús az, hogy megállás nélkül érkezik a fizetős tartalom játékba, új battle pass, lootboxok, skinek mondjuk azok kevésbé, de valamennyire azok is érkeznek, viszont a kontenteket állandóan beharangozzák, hogy új szerver, új szezon, ez meg az aztán közben belépsz, és így alig a minimális contentet, ami jelvezhető lenne, de gyakorlatilag végigcsinálod ugyanazt a contentet, amit előtte, és nagyon-nagyon, olyan szinten minimális extra tartalmat kapsz, hogy szerintem egy ilyen 10-20 óra, hát 10 órát mondjuk bele tudsz szörni, de 20-30 óránál többet szerintem nem. És ez egy masszív multiplayer online MMORPG-et, MMORPG nem, MMO játék, tehát masszív multiplayer online játék, ez nagyon kevés. Tehát akkor mondják azt, a srácok, kibővítjük a a régi területet új területekkel, kaptok mit tudom én új fegyvereket, kajákat, de ne azt mondják a srácok, érkezik a Winter Server, új pálya, új content, dödödödödödö, -dö 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 -dö, és akkor mindenki átad szája, várj egy Úristen, új map, meg új content, ez az, és így, megkapod, és így, ám csak kibővítettük az extra mappot. Ja meg amúgy a bugokat így nem nagyon jelezzük be, hogy így javítgatjuk, meg dolgozunk rajta, hanem így a szőnyeg alá elsöpörjük. De azért a lootboxokat vegyétek meg minden. Úgyhogy őszinte leszek veletek, én amikor megláttam azt, hogy a havas rész az egy ilyen, ezt a kis terület bővítését, mert ott letöröltem a játékot. Tehát, hogy én ennyi időt nem szeretnék bele belefecsölni egy játékban, amiben ilyen minimális kontent frissítés érkezik. Ha tényleg valami érdemleges érkezik a játékban, amire azt tudom, hogy időt el tudok vele tölteni, és, és tényleg élvezetes vele kontentet gyártani, élvezetes vele játszani, akkor újra visszatérek a vansum Én jelenleg megállás nélkül minden egyes új szervernél csalódtam a játékban. Frusztrált voltam, ideges voltam, és nem akartam azt, hogy a streamek basszálgassát, hogy én megállás nélkül színlöm a játékot, meg hogy ez meg azzal a tököm ki van, mert logikusan az emberek nem ezért nézik a streamet és nem ezért nézik a tartalmakat. Úgyhogy tudom, hogy nagyon sokan néznétek tőlem manszimene streameket, nagyon sokan csatlakoznátok a klámba, vagy néznétek a videókat, viszont szóval őszinte leszek veletek, én csalódtam a fejlesztő csapatban, és nem is a fejlesztő csapatban, mert ők csak megcsinálják, amit nekik mondanak, csalódtam a játékban, amilyen irányba elindult, nem élvezem, szerintem nagyon kevés kontent érkezik, rengeteg fizetős tartalom érkezik a játékhoz, szerintem ez jelenleg dettó lehúzás, az emberek fizetnek mindennél és alig kapnak valami újítást, úgyhogy én nem élvezem, én pedig nem az a videó streamer vagyok, aki csak azért gyár tartalmat, hogy pénzt szerezzen belőle, nézettséget szerezzen, inkább játszok olyan játékkal, amit élvezek, és Tudok beszélgetni emberekkel, játszan, a nézőkkel, akik szintúgy élvezik azt a tartalmat. Ha pedig nekem nem tetszik, én azt őszintén el fogom mondani, és addig szüneteltetni fogom a játékot, vagy ott fogom hagyni. Úgyhogy, srácok, lányok, jelenleg ezért nem játszok a vanciómennem, mert nem élvezem. Szerintem kevés a tartalma, ami érkezik hozzá. Nagy szavakat mondanak a fejlesztők, sok mindent beígérnek, aztán nem tartják be azokat. Úgyhogy ez a helyzet, srácok, lányok. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha esetleg játszik barátotok a Van Szümennel és nézte a tartalmaimat vagy a streamjeimet, küldjétek el neki ezt a videót, osszátok meg, hogy minél több ember ez eljusson, illetve bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek le a komment szekcióban, igyekszem rá válaszolni. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a csatorna a tagoktól pedig elnézést kérek, akik esetleg emiatt csatlakoztak a csatornatagság funkcióval, vagy ezért vettek csatornatagságot, nyugodtan mondjátok le. Mostanában nem lesz hogy el a csatornán, mostanában inkább overwatch kettőzök. Úgyhogy srácok, lelke, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, a tagoknak pedig nagyon szépen köszönöm a támogatást, ha esetleg ti is szeretnétek csatornatagságot vásárolni, nem a van miatt, hanem a tartalom miatt, amit gyártok, ugye úgy napi szinten streamelek és gyártok videós tartalmakat, csak nem van szümennel, akkor a megtaláljátok a linket, akár 200 forint és tudtok csatornatagságot vásárolni. Mindenféleképpen csapassatok egy lájkot, illetve egy kommentet a videóra, hogy pörögjön az algoritmus. E nagyon szépen köszönöm, srácok, lányok, a figyelmet. Találkozunk a következő videóban vagy streamben. Addig is, sziasztok!